Tisztelettel köszöntöm Önöket a HTE Infocom konferencia Cyber Security szekciójában. Rucser Mária vagyok, a HTE Információbiztonsági szakosztályának, az EIBOK-nak a vezetője. Péter, megtennétek, hogy a szekció felvezető szlájdot kivetítitek? A szekcióban hazánk kibervédelemmel foglalkozó neves szakértőivel az IT-biztonság egy-egy területét fogjuk áttekinteni, kapcsolódva a konferencia fókuszában lévő előadásokhoz. Az 5G hálózati lefedettség kialakítása alapvetően változtatja meg a környezetünket. Mindennapi lefedettség a mindennapi életünket elképesztő sebességgel reformálja meg. A technológia adta új lehetőségek, információbiztonsági oldalának áttekintése megkerülhetetlen, hiszen a kiberfenyegetések, a kibertámadások is extra méretben fognak megnövekedni. Az 5G stratégiai, szabályozási és infrastruktúrális kérdéseit az Infocom konferencia előadói már több szempontból körbejárták ma és tegnap. A szekcióban mi elsősorban gyakorlati megoldásra fogunk kitérni. IT-biztonsági szempontból. Hogyan lehet megteremteni a biztonsági szélessávú adatátvitelt? Foglalkozunk az 5G hálózat és közlekedés információbiztonsági kihívásaival is ma, és nem kerülhetjük meg a pandémia hatására kiszélesedett online tér használatának biztonsági kérdéseit sem. Bemutatom Önöknek a három előadónkat. Először Szabó László urat, a ProM Zrt. Részéről, biztonságfelügyeleti osztályvezetőt. Őről azt kell tudni, hogy az EDR hálózati biztonsági rendszereinek kialakításában meghatározó a szerepe. Bódi Antalt, az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola PhD hallgatóját, a Közlekedéstudományi Intézet ITS tanúsítási iroda vezetőjét. Az ITS ökoszisztéma kialakítása, a közlekedés digitalizációja meghatározó az életében. És dr. Baracsi Katalin asszony, az internetjogász, az internetbiztonság kiemelt szakértőjét, aki a gyerekeknek, a fiataloknak, a szülőknek, a pedagógusoknak, a szakembereknek segít a digitális világ biztonságos használatában. Kezdjük is el a szekcióban az előadásokat. Tisztelettel felkérem Szabó László urat a ProM Zrt. Részéről, tartsa meg előadását a biztonságos szélesávú adatátviteli szolgáltatás az EDR hálózat témakörben. László, átadom neked a szót. És akkor köszönöm, kérlek, szépen. Nyisd meg a prezentációdat. Igen, folyamatban van. Pillanat. Nem tudom irányítani. Elnézést. Még itt lesz egy kis gond a szlájdokkal, majd mindjárt a kolléga rendbe teszi. Addig is szeretnék mindenkit menjünk vissza a legelejére. Addig is szeretnék mindenkit köszönteni, és akkor az EDR hálózat új szélessávú szolgáltatásairól fogok beszélni, annak is inkább az IT-biztonsági aspektusairól. Az elmúlt években a készenléti szervek, tehát a felhasználóink egyre inkább, bocsánat, légy szíves, egyszer nem érzékeli. A készenléti szervezetek szakemberei egyre több olyan igényt jeleztek felénk, hogy az EDR hálózatban szeretnének szélessávú adatszolgáltatásokat, kép átvitelt a szokásos hang átvitel mellett. Ezeket a szolgáltatásokat jelen pillanatban az EDR hálózat, annak is inkább a Tetra technológiája ugye nem képes átvinni. A Tetra technológiának van egy olyan sajátossága, hogy 2,5 kilobit per szekundumnél nagyobb sávszélességet nem tud biztosítani adatátviteli célokra. Ez jelen pillanatban ezeket az igényeket nem tudja elérni. A felhasználók a szakrendszereiket, a szükséges videostreameket nem tudják használni, nem tudják elérni. Szintén egy fejlesztési, mondjuk, hogy triggerpont volt az, hogy ez a hálózat 2006 óta működik. 2006-ban 14 ezer készülékkel, úgynevezett terminállal indítottuk el a hálózatot. Azóta ez a szám különböző beszerzéseknek köszönhetően most már 63 ezer terminállal rendelkezik.
Ugyan voltak már készülék amortizációs cserék, de mind a mai napig kb. 10-12 ezer olyan készülék van a hálózatban, ami elérte a 10 éves korát, tehát 10 éve működik a hálózatban, és ugyan a Tetra eszközöknél az életciklus jóval nagyobb intervallumú, mint mondjuk egy okos eszköznél, de azért ezek az eszközök most már erősen cserére érettek. Tehát a fejlesztés elengedhetetlen, és a fejlesztésnél a menedzsment egyik szigorú döntése volt, hogy mindenféleképpen olyan, tehát meg kell őrizni az EDR hálózatnak az előnyeit, illetve az értékeit, tehát a magas rendelkezésre állást és a magas biztonsági színvonalat mindenféleképpen meg kell őrizni. A fejlesztési célok között ezen kívül a fejlesztési célok között meg lett határozva a területi lefedettség, illetve a kiemelt rendelkezésre állás megtartása. Erről csak hadd mondjak néhány szót. Jelen pillanatban az EDR hálózat az ország területének 98%-án elérhető szolgáltatást biztosít, illetve a kapcsoló központjaink, a kapcsoló elemeink több évre visszamenőleg 100%-os rendelkezésre állással működnek. Ezeket a paramétereket kell továbbra is tartanunk a készenléti szervezetek dedikált szélessávú hálózatában is a jövőben. A szolgáltatás fejlesztést, meg a hálózat fejlesztést nagy mérföldkövekhez rögzítettük. Ilyen mérföldkő az EDR2-es hálózat, az EDR 2.0-as hálózat. Itt bevezetésre kerül, tehát már most fejlesztés alatt van ez az úgynevezett ProSmart rendszer. Ez gyakorlatilag egy biztonsági keretrendszer az egész hálózaton, ami a végkészülékektől egészen a szolgáltatást nyújtó szolgáltatás központokig keresztül az egész hálózati utat, a felhasználókat, a készülékeknek a biztonságát, és főleg az adatbiztonságot biztosítja a rendszeren belül. Az LTE MAC hálózat fejlesztése is az EDR2-ben fog megvalósulni. Gyakorlatilag egy saját ProEM által üzemeltetett kormányzati maghálózat, LTE maghálózat kerül kialakítására, aminek az egyik nagy célja az, hogy be tudunk vezetni LTE szolgáltatásokat, és a többi, tehát a magyar publikus LTE szolgáltatókról a többi mobilhálózathoz tudunk kapcsolódni egy MVNO-s modellel. Ezáltal ezeket a szervezeteket, ezeknek a hálózatoknak a területi lefedettségét, a rendelkezésre állását agregáltan tudjuk nyújtani majd a felhasználói szervezeteinknek. És ebben az EDR2-es modellben, vagy ütemben még a Tetra és az LTE hálózatok párhuzamosan tudnak használni, és tudunk biztosítani olyan készülékeket, amik mind a két hálózat szolgáltatásait ki tudják használni. A következő lépés lesz az EDR3-as hálózati fejlesztés. Itt már az EDR2-ben elkészült LTE MAC hálózatot kiegészítjük majd egy ProEM-es RAN hálózattal. Szabványos frekvencián, jelen pillanatban a tervek szerint az LTE egy 700 MHz-es frekvencián építünk ki egy saját rádiós hálózatot. Továbbra is fogjuk használni a publikus rádiós hálózatokat, tehát ezt a sávszélesség, illetve rendelkezésre állási aggregációt, ezt meg fogjuk tudni a jövőben is oldani. Annyi előnye lesz ennek a megoldásnak, hogy a saját RAN hálózatunkat olyan helyeken tudjuk majd kiépíteni, ahol valamiért a publikus hálózatok lefedése, szolgáltatás nyújtási képessége korlátozott, vagy akár nincs is. Ebben az állapotban megtörténhet már a Tetra fokozatos kivezetése, hiszen kiválasztásra kerül egy olyan alkalmazás rendszer, ami a Tetrára jellemző PPT alapú csoportos hangkommunikációt képes lesz egy LTS adatátvitelre átmigrálni, és azon képes lesz egy ilyen szolgáltatást biztosítani. Ezáltal meg tudjuk valósítani az adat, a hang integrációs készenléti szolgáltatásait. Ábrákban ez körülbelül így néz neki. Ez most a jelenlegi helyzete az EDR hálózatnak. Középen ott van a
ProEM felhő, ez gyakorlatilag az EDR hálózat, ebben vannak benne azok a kapcsolóközpontok, amit most a Tetra szolgáltatást nyújtják, azokkal a Tetra bázisállomással, amiket működnek, és itt a képernyőn bal oldalt látszik is egy Tetra végkészülék, ami csak a Tetra hálózathoz tud kapcsolódni. Ez a hálózat már most is össze van kötve az NTG-n keresztül a készenléti szervezetekkel, így bizonyos adatszolgáltatásokat már most is tudunk számukra biztosítani, és a jövőben ezeken a kapcsolatokon további szolgáltatásokat tudunk nyújtani. Jobb oldalt már most meg van valósítva egy olyan megoldás, amikor is egy kijelölt publikus mobil szolgáltatóval egy ilyen együttműködési megállapodás keretében használjuk az ő hálózatukat, és gyakorlatilag olyan okos eszközöket tudunk felrakni erre a hálózatra, ami a megfelelő ProSmartos biztonsági keretrendszerrel biztosítja azt, hogy a készenléti szervezetek adatbázisai, videókép hanganyagai az egész publikus szolgáltató rendszeren és a ProEM rendszerein keresztül titkosítva, a bizalmasságot megőrizve képesek legyünk szolgáltatni. Ugye ez van jelenleg, és ez már működik is. Ott a két felhő között láttunk olyan készülékeket, hoppá, pedig én szerettem volna léptetni, ami gyakorlatilag mind a két hálózati adatokat, hálózati szolgáltatásokat ki tudja szolgálni, ezeket mi multimód készülékeknek nevezzük. Így gyakorlatilag egy házban, egy készülékben van egy Tetra rádiós rendszer és egy LTS rádiós rendszer, és egy androidos operációs rendszer biztosítja a kettő között a kapcsolatot, és vezérli a két oldalt. Az EDR 2.0-as hálózat, az ahogy mondtam, itt középen a ProEM részen kibővítésre kerül egy LTE MAC hálózati rendszerrel, ami MVNO-ként képes kapcsolódni nem csak egy, hanem akár mind a három publikus szolgáltatóhoz. Ebben az esetben már megjelenik egy ProEM SIM kártya, és gyakorlatilag a felhasználókat a ProEM képes menedzselni. Ez a megoldás a három publikus szolgáltatóval, egy nemzeti roaminggal tud működni, és tudja kiterjeszteni az ő hálózati lefedettségüket, és ez a nemzeti roaming a megfelelő ProSmartos keretrendszerrel tudja biztosítani, illetve ki lehet bővíteni nemzetközi roamingá, hiszen ezek az érzékeny adatok, amik itt a készenléti szervezetek ezen a hálózaton szeretnének továbbítani, erős védelemmel, titkosítással lesznek ellátva, így akár egy külföldi szolgáltatónak a hálózatán is keresztül mehetnek. Jelen pillanatban ez a megoldás, az EDR2 megoldás az ott tart, hogy elindítottunk ilyen pilot teszteket. Az NMHH-val közösen a 700 MHz-es sávban ki lett jelölve három helyszín, mind a három Budapesten van. Itt három darab E-Node B került telepítésre, és az ábra jobb oldalán látható rendszerszállítók egy-egy hónapot kapnak arra, hogy az ő megoldásukat bemutassák. Ezeket az LTE szolgáltatásokat ki tudjuk próbálni, és nem csak az LTE szolgáltatásokat, hanem az LTE-re rárakott MC alkalmazásokat, amik majd ezt a Tetra jellegű PTT és tehát ez a push-to-talk kommunikációt, csoportkommunikációt tudják biztosítani a felhasználóink számára, illetve hozzák azokat a végkészülékeket, ami kimondottan ezek a cégek a készenléti szervezeteknek fejlesztenek és készítenek a strapabírók, kimondottan célorientált készülékek. Az Ericsson az első, akivel tesztelünk, ezen a héten a tesztek elkezdődtek, tehát ez az első pilot hálózat már működik, és a teszteket el is tudtuk rajta kezdeni. Az EDR 3 ennek egy olyan továbbfejlesztése lesz, hogy megjelenik ez a ProEM RAN hálózat, tehát ez a rádiós hálózat, amivel ki tudjuk egészíteni, tovább tudjuk fejleszteni a publikus szolgáltatók hálózatát, és gyakorlatilag ezzel egy még nagyobb rendelkezésre állású, még nagyobb országos lefedettségű hálózatot tudunk építeni, hiszen a mi felhasználóinknak, a készenléti szervezeteknek bármikor, bárhol szüksége lehet erre a szolgáltatásra, nem lehet elfogadni azt, hogy az ország bizonyos területén, akár az erdő közepén nem kapnak megfelelő szolgáltatást.
Hát ez a fejlesztési tervünk, és a fejlesztési terv az nagyon szépen szól papíron, de amikor egy biztonságos ember ezt meglátja, akkor néha úgy elszörnyűködik. És azért jól látszik itt, hogy a Tetra világban mi felkészültünk egy olyan környezetre, olyan biztonsági környezetre, ahol általában hangkommunikáció fog történni. A hangkommunikációnak az adatsűrűsége viszonylag kicsi, az adatérvényiségi idő viszonylag kicsi, hiszen tudjuk, hogy a szó elszáll. Itt ezeket a szolgáltatásokat valami kis teljesítményű, célorientált hardware-rel vesszük igénybe. Ezek a Tetra terminálok, ezek célhardvert, célszoftvert használnak, operációs rendszerük gyakorlatilag nincs, rárakható alkalmazások gyakorlatilag nincsenek, amit a boltban úgy megveszünk, az van rajta. Ehhez egy alacsony sávszélességű hálózat megy, hiszen egy hangátvitelhez a Tetránál 8 kilobit per szekundumos sávszélességre van szükség. És ugye a Tetra szabvány az tartalmaz egy elég komoly, elég kiforrott érinterfész titkosítási rendszert, aminek nagyon komoly elemei vannak. Ezzel szemben, ahova megyünk a fejlesztések során, ott érzékeny, akár különleges személyes adatok vannak, hiszen a mentők egészségügyi, betegegészségügyi adatokat akar látni, a rendőrök azok akár bűnügyi adatokat akarnak látni területen, és ezen a hálózaton ezeket az adatokat biztonságosan kell majd átvinni. Ráadásul ezek olyan érvényességi idővel rendelkeznek, ami hosszú távon is érték lesz mindenki számára, akár egy külső támadó számára is, tehát célponttá fogják tenni a hálózatot. Ezekhez nagy teljesítményi terminálokat fogunk használni. Egy okos eszköz, egy mobiltelefon vagy egy tablet, abban most már 8-10 processzor is van, és hatalmas mennyiségű memória. Amikor én kezdtem a szakmát, örültem volna, hogyha ennyi van a szervertermemben. Most meg ott van az embereknek a kezében. Mindehhez egy magas hálózati sávszélesség fog tartozni, ami azt jelenti, hogyha bármi történik a hálózaton, bármilyen támadás, az nagyon gyorsan fog végigfutni. Olyan üzemeltetői, olyan biztonsági üzemeltetői hátteret kellene adni, aki az ilyen jellegű eseményeket észreveszi, és valós időben, tehát a nagy sávszélességhez képest nagyon rövid időn belül tud valamit reagálni az ilyen eseményekre. Ez egy nagyon nagy kihívás. És hát igen, ezek a rendszerek manapság szabványos nyílt titkosítási eljárásokat használnak, ezekről folyamatosan derülnek ki sérülékenységek, ezeket majd figyelni kell és kezelni kell. Amit mi erre most egyelőre kitaláltunk, az ez a ProSmart nevű rendszer, amit itt most szeretnék bemutatni, ez az utolsó dia, és igyekszem gyors lenni. A ProSmart rendszernek a lényege, hogy az egész hálózatban bevizsgált terminálokat fogunk használni, aminek mind a hardverét, mind az operációs rendszerét külső szakértővel, itt nyugodtan kimondhatom, hogy NETI Kft-t használjuk erre a célra, tehát velük van együttműködési megállapodásunk, közösen bevizsgáljuk és minősítjük a terminálokat vagy a készülékeket. Erre a készülékre egy saját színezésű SIM-kártyát fogunk berakni. Jelen pillanatban még a publikus szolgáltató SIM-kártyáját használjuk, de ezt már megszínezzük, egy ProM szint adunk neki, azaz egy zárt célú APN-be rakjuk ezeket a kártyákat, és itt a szolgáltató garantálja, hogy ez nem fog kimenni az internetre, nem fog más adat más személyhez vagy más szervezethez jutni, kizárólag ezt az adatfolyamot a ProM fogja megkapni egy titkosított közvetlen bérelt összeköttetésen. Ráadásul ezt a SIM-kártyát mi magunk fogjuk kezelni egy rádió szerveren, ami már működik. Tehát ennek a SIM-kártyához, illetve ezáltal a készülékhez tartozó informatikai paramétereket, informatikai erőforrásokat mi fogjuk kiosztani. Ezáltal garantálni tudjuk azt, hogy minden egyes telefon vagy minden egyes készülékhez csak az az egy SIM-kártya működik, amit mi beleraktunk. Ha itt bármilyen változás van, akkor az eszköz nem fog működni a hálózaton. Illetve ugyanazokat az informatikai paramétereket fogja megkapni ez a páros, tehát például ugyanazt az IP-címet. És ezt az IP-címet mi képesek leszünk összehangolni a készeléti szervezeteknél használt IP-cím állománnyal. Ezáltal kvázi ez a készeléti szervezet hálózatának egy mobil kiterjesztésévé tud válni. Következő elemként minden egyes készülékre felrakunk egy tanúsítványt. Ez egy X509-es tanúsítvány, annak is a privát része fog felkerülni a készüléknek a hardveres tanúsítványtárába, tehát ez majd egy készülékkövetelmény, hogy legyen neki egy ilyen hardveres tanúsítvány. Ezt a tanúsítványt ezt mi állítjuk elő, tehát nem vásároljuk, hanem a ProM ZRT fogja ezt előállítani az EDR hálózatban lévő CA szerverekkel.
És gyakorlatilag ezáltal a készülék gyakorlatilag bizonyos időközönként, meg bekapcsolásként kénytelen lesz, illetve kötelező lesz autentikálnia magát a hálózatban. Azon az ominózus VPN gateway-en nem csak autentikálni fogja magát, hanem minden esetben kihúz egy IPsec kapcsolatot. Ez az IPsec kapcsolat aztán egy AS256-os titkosítással fogja védeni az adott kommunikációt egészen a készüléktől, egészen a ProM hálózatáig, utána egy további titkosítással fogjuk bejutatni a készenléti szervezetek hálózatába ezt az adatfolyamot. Ezáltal garantálható, hogy magát az adatfolyamot visszafejteni, megtudni, kifürkészni senki nem tudja. És természetesen készülékvédelem nélkül nincsen rendes biztonság, úgyhogy minden eszközre fölkerül egy MDM megoldás, ez még a készülék keltetésekor a ProM telephelyén kerül rá. Itt egy szabályrendszerrel tudjuk kialakítani a készüléknek a működését, a szoftverfrissítéseket, az operációs rendszereket, az összes hardware elemet központilag tudjuk majd szabályozni. A készülékhez hozzáférést tudunk biztosítani az üzemeltető szervezetnek ezen az MDM-en keresztül. Olyan MDM megoldás lett kiválasztva, László, körülbelül két percet van, hogy röviden összefoglalt. Internet kapcsolatot, hiszen az egész rendszerben nincsen publikus internet kapcsolat. Ezek felhőként tudnak működni, tehát a ProM ZRT lesz ennek a felhő szolgáltatója, a készenléti szervezetek pedig, mint egy felhő szolgáltatást, ezt a ProM ZRT-től tudják igénybe venni, és gyakorlatilag az eszköznek vagy a rendszernek a teljes adminisztrációját, úgy, ahogy most is csinálják a Tetra eszközöknél, ezt át tudjuk adni a készenléti szervezeteknél lévő szakembereknek, üzemeltető szervezeteknek. Hát most körülbelül ennyi, amit összekészítettünk, és amit ki tudunk ajánlani a készenléti szervezeteinknek. Jelen pillanatban ez a hálózat már működik, van rajta mintegy 100 darab készülék, ezzel tudunk demozni, tehát ez nem egy terv, ez egy megvalósított megoldás, ami már működőképes. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen Lászlónak a kiváló előadást. Úgy gondolom, hogy az előadásában nagyon szépen bemutatta a ProSmart biztonságos keretrendszert, és ezt kiegészítette a mai nap Merza Román úr, illetve Cintula György úr előadását is. Úgyhogy köszönjük szépen, László! És az mindenképpen kell egy biztonságos szélességű adatátvitel, ez az alap, azt gondolom, hogy az 5G új technikai, technológiai dolgait tudjuk használni, és én tisztelettel felkérem Bódi Antal urat, hogy az 5G hálózat közlekedésbiztonság, információbiztonsági kihívásairól tartsa meg az előadást. Ugye bennünket, magánszemélyeket leginkább az érdekel, hogy A-ból B pontba a leggyorsabban és a legbiztonságosabban eljussunk, hogyan tudjuk mi ezt megtenni majd az 5G-vel. Átadom a szót Bódi Antal úrnak. Ha bekapcsolom a mikrofont, akkor még talán még hallatszom, én is fogok. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget. Hát valószínűleg, hogy nem digitálisan fogunk átjutni A-ból B-be, úgyhogy a közlekedésre rá fog rakódni azért a digitalizáció, és ehhez az 5G hálózatot fogjuk felhasználni. Kérném a következő diámat. 2016 óta foglalkozunk a KT tanúsítási igazgatóságon belül a ITS tanúsítás lehetőségének a kialakításával. Tulajdonképpen engem ezért hívtak ide, hogy találjuk ki, hogy hogyan lehetne ezt az új világot, ami jön, valahogy megfogni, és ez igazából a meglévő közlekedési rendszerekre pontosan tudjuk, hogy hogyan lehet tanúsítani, hogy egy hídon biztonságosan lehessen menni, vagy egy vasút megfelelőképpen tudjon működni, de valahogy ez a digitalizáció, ez egy elég, az egész világ számára egy nagyon nagy kihívást jelent. Kérem a következőt. Hát tulajdonképpen abból a hipotézisből indultunk ki, hogy a közlekedésben résztvevőknek a viselkedése fog megváltozni azzal, hogyha digitalizáljuk magát a közlekedést, és ennek nagyon sok pozitív externália lesz, tehát meg fog változni az egész közlekedéssel szemben támasztott elvárásunk.
Na most az nyilvánvaló, hogy azért ezt jó lenne úgy megtenni, ezt az átalakítást, ezt az átalakulás úgy lenne jó, hogyha végbe menne, hogyha azért a személyes adatainknak a védelme, az EU-konformitás az teljesülne, illetve hát nyilvánvaló, hogy a új technológiai kihívásokat igénybe fogjuk tudni venni az 5G lehetőségeit. Erre dolgoztunk egyébként tudományos együttműködés lehetőséget, és hát tervezzük igazából az egész közlekedésnek az átalakítását, és hát tulajdonképpen az egész doktori tevékenységem is erről szól, hogy a tudomány segítségével szeretnénk, hogyha ez egy nagyon megalapozott és egy nagyon kellőképpen körbejárt dolog lenne. Kérem a következőt. Hát a közlekedés digitalizációja összekombinálva az információ biztonsággal, hát ugye egyiket is változtatom meg, a másik is folyamatosan változik, hát elég komoly kihívásokat találjuk itt szemben magunkat. Tulajdonképpen az intelligens közlekedési rendszereket kellene kialakítani, amit én szeretnék igazából egyes számba használni. Az egész világ a digitális adatterek kialakulásáról szól, így a közlekedésben is tulajdonképpen olyan adatterek jönnek létre, már más előadásokban már emlegették a digitális iker lehetőségét, tehát tulajdonképpen az, ami a fizikai térben történik, az a digitális térbe kellene, hogy lejátszódjon. Csak hát ugye ennek a két térnek a kapcsolódása a kiberfizikai kitettséget jelent, tehát azok az informatikai rendszerek, amiket most használunk, azok, hát hogy is mondjam, nem biztos, hogy pontosan megfelelnek ennek a célnak, hát gondoljunk bele, hogy hát itt nem fog az működni, hogy megy az önvezető autó, és közben azt mondjuk, hogy hát valami probléma van, szálljunk ki, szálljunk vissza, és akkor hát ha megy, tehát igazából egy menet közben frissít a rendszer, és akkor hát akkor most egy darabig akkor nem, a gép majd nem fog működni, és itt tovább. Tehát igazából látjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex probléma halmazba találjuk magunkat. Az egyik oldal, ez még igazából csak technológia, de ennek a jogi leképeződése, a meglévő világunknak az új világba való átvitele, vagyis kettőnek az együtt kezelése, ez egy nagyon-nagyon komoly jogi problémákat fog felvetni. És hát ugye elvárjuk a közlekedést, hogy biztonságos legyen, és lehetőleg, hogy is mondjam, az az értelmetlenség, hogy emberek halnak meg a 21. században közlekedési balesetbe, ezzel jó lenne, hogyha ezt elhagyhatnánk, és ez a múltba maradna. Mindenki, aki közlekedik, az szeretné, hogyha biztonságban lenne, informáltabb lenne, hatékonyabb lenne a közlekedés, és itt tovább is van egy olyan különös kihívás, ami az e-mobilitásból származik, tehát ahhoz, hogy mondjuk az elektromos töltéssel tudjuk, vagy elektromos meghajtással tudjunk közlekedni, ahhoz pontosan tudnunk kell, hogy merre jár, hogyan mennek ezek a járművek, és mikor lesz majd újra töltésre szükségük. És ma nem térek ki rá, de van benne egy speciális probléma, hogyha elektromos autók ütköznek, akkor ott azért nagyon csúnya dolgok tudnak történni. Más előadásokban ezt meg lehet nézni, erről szoktam részletesebben beszélni. És hát ugye jön a nagy kihívás, maga az önvezető járművek, amelyek hát vagy kötött, vagy nem kötött pályán közlekednek. Tehát itt azért látszik, hogy nagyon-nagyon komoly informatikai kihívás jön velünk szembe, és hát valahogy együtt kéne ennek a két világnak léteznie egy jó darabig, tehát az nem fog működni egy varázsütésre, hogy ma még mindenki tekergeti a kormányt, és holnaptól pedig mindenki majd önvezető módban fog vezetni, de és majd csak a hátsó ülésről nézünk ki az ablakon. Az együttélés, ez igazából mi leginkább izgat engem. És hát azért nem elég, hogy még ennyi probléma halmaz fölhalmozódik, még közben még jönnek még olyan dolgok is, amelyek aztán nagyon nem vagyunk felkészülve, például a drónoknak a belépése. Tehát az önvezető drónok, azok előbb-utóbb itt lesznek, és horizonton túl fognak repülni, kiszállítani fognak dolgokat, és így tovább. Tehát valójában a közlekedés egésze egy turbulenciában van. Hát a másik a éghajlatváltozással kapcsolatosan, ugye az egyik főbűnösnél a közlekedést szokták kikiáltani, tehát a környezetvédelmi elvárásoknak a jobb megfelelés szempontjait is figyelembe kell vennünk. Most szerencsére az itt van az 5G, és nagyon jó helyzetben vagyok, mert a V2X-ről nem nagyon kell beszélni, mert már mások erről sokat beszéltek, és hát még van pluszba a mesterséges intelligencia, mint lehetőség, amivel majd fogunk élni. Kérném a következőt. Az Európai Unió is felismert egyébként, hogy az informatikai rendszerekkel azért komoly gond van, tehát azért itt valamit kellene csinálni, hogy a kiberbiztonsági kihívások, tehát azért ne lehessen meghekkelni
Amazonasból egy európai rendszert mondjuk. Tehát valami kemény szigorítást kellene tenni az informatikai rendszerekkel szembe, hogy ezeknek az egyenszilárdsága, a biztonsága jobb legyen. Kérem a következőt. Nagy találmány a GDPR. Hát nyilvánvaló nekünk, mint európaiaknak eleinte megmosolyogtak bennünket a GDPR kapcsán, de most már azért látjuk, és egyre inkább látjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Tehát az adataink azok nagyon komoly értéket képviselnek, és igazából a digitális lábnyomunknak a megfelelő kezelésére nagyon oda kell figyelni. Van egy következő nagy találmány, szintén európai, az eIDAS rendelet, ami egységes európai szinten tudja szabályozni a digitális kriptográfiát, illetve az EID révén egyébként önmagunkat tudjuk beazonosítani, tehát tulajdonképpen a digitális énünk és a fizikai énünk között teremt meg egy kapcsolatot, és hát már volt egy korábbi előadásban szó róla, hogy a személyigazolványunk például az egy remek eIDAS eszköz, ami közel 5 millió példányban már kiválasztásra került Magyarországon. Ez majd egyébként nekünk nagyon fontos lesz. És hát ugye maga a hálózatbiztonságra nem olyan térnék ki, az adja magát, tehát igazából a NIS direktíva, ami a hálózatoknak a megfelelőségét kell nagy garantálja, ez EU szinten ez egy nagyon komoly kihívás, több EU-s nagy cybersecurity projekt van, ami ezzel foglalkozik, én magam is benne vagyok az egyik ilyen nagy projektben, az ECHO projektben. És hát az ITS az egy 2010-es rendelet alapján került fel igazából az asztalra, amit 2008-ban kezdtek el összerakni. Hát azért azt látszik, hogy azért 2010 az már nem most volt, tehát a mai világban ez egy picit lemaradt, és nagyon-nagyon valahogy nagyon másképp kellene hozzányúlni az egész ITS. Ezt kérném a következőt. Hát ahány publikációt megnézünk, annyi definíciót találunk. Nem fogom felolvasni, én ez saját definícióm, ezt én alkottam meg, hogy én mit értek intelligens közlekedési rendszer alatt, és mit várunk el tőle. Tehát tulajdonképpen azt szeretnénk, hogyha költséghatékonyabbá válna a közlekedés, a környezetterhelés csökkenne, a közlekedés biztonsága növelne az informáltsága, és ami a lényeg, és igazából ez a legfontosabb, az utolsó sor, hogy egyszerre kell teljesülni a társadalmi elvárásoknak és az egyéni elvárásoknak. Tehát az nem fog működni, hogy az én kocsim az fú, de föl van szerelve, és a többiek meg nem érdekelnek. Vagy mindenkinek egyformán jó, nagy biztonságú rendszere lesz, és mindenki fogja tudni élvezni, vagy előbb-utóbb valaki nagyon pórul fog járni, és általában nem az, aki leggyorsabban megy. Kérem a következőt. Ami a DTS ökoszisztémát illeti, és amit, ahogy én értelmezem a történetet, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez már föl van találva, csak az, amit már eddig megcsináltunk, abból kellene általánosítani, és valami egy kicsit másképp kezelni az egész történet. Tehát tulajdonképpen, hogyha a flotta követő rendszerekhez hasonló módon gyűjtött adatokat összetudnánk úgy szedni, hogy az EU-GDPR, EIDAS, NIS, stb. Rendeteknek megfeleljen, akkor és ezzel közhiteles rendszert tudnánk létrehozni, akkor effektíve létre tudnánk hozni magának a közlekedésnek a security logját. Ez azért lenne jó, mert egyrészt minden, ami a közlekedésben részt vesz, annak lenne nyoma, hogy mit csinált az, ami mozgott, illetve ami nem mozgott, még akár még annak is lehetne nyoma, hogy mondjuk egy kidől egy stop tábla, és akkor annak is legyen nyoma a digitális térben, hogy az a stop tábla kidőlt. És hát ami még ettől fontosabb, a második pötty, hogy igazából az emberek fejébe kerül be valami, mert most per pillanat azon, hogy eljutok A-ból B-be, és a rendőr nem lát, ugye akkor semmi gond nem volt, de igazából itt, hogyha a mindennek nyoma lesz, mindenről képződik egy security log, az egészen addig az én ügyem, amíg nem történt semmi, viszont hogyha történt valami, akkor ennek igenis bizonyító erejének kell lenni, közhiteles módon. Kérem a következőt. Rengeteg adatunk van egyébként a közlekedésben. Nagyon sokféle adat, szenzorrendszereket használunk, adatokat mérünk. Az adattérnek ezek szigetei. Ezek a szigetek nem érnek össze. Tehát igazából a legnagyobb baj, hogy nincsen egységes rendező elv, ami alapján az egész közlekedési adattér egységesülne. Tehát tulajdonképpen olyan, amit én elkezdtem az ITS ökoszisztémával összerakni, az alapján az egész közlekedésre lehet egy ilyen átfogó adatteret létrehozni. Nyilvánvaló, ez idő kell majd hozzá, kérem a következőt. És hát itt jön be az 5G és autonóm közlekedés.
Magáról az 5G-ről már, hál' Istennek, már mások már nagyon sokat mondtak. Ami igazából itt az izgalmas, hogy az 5G az valóban a közlekedés számára, az autonóm közlekedés számára valóban az 5G lesz az a hálózat, amin fog ez működni. Itt a jobb oldali képen lehet látni egy nagyon jó ábrácskát, ezt az interneten meg lehet találni, bárki le tudja tölteni. A különböző release-ek milyen specifikációkkal rendelkeznek, és azok a önvezető világban mire lesznek jók, és mire használhatók. Én nekem meggyőződésem, hogy az 5G hálózat tulajdonképpen egy kanibál hálózat, mert nagyon-nagyon sok korábbi rendszert meg fog enni effektíve, és ki fog váltani, és sokkal biztonságosabb lesz, mert ez lesz a hálózatok hálózata, és hogyha ez a hálózat megbillen, akkor igazából minden megbillen. Tehát ezt úgy kell megcsinálni, hogy ne tudjon bedőlni. A baloldali ábrát mindenki ismeri, tehát mindenki tudja, hogy itt nagyságrendi változásokról van szó. Tehát itt sokkal, de sokkal nagyobb letöltési lehetőségekről, sokkal megbízható hálózati rendelkezéssel, állásról, jóval kisebb késletetésről, és így tovább. Tehát tulajdonképpen ez egy teljesen egy új dimenziója lesz, egy új infrastruktúrális dimenziója lesz az emberiségnek, és ez a közlekedés számára egy meghatározó rendszeré fog tudni válni. Kérem a következőt. Már serepeik beszéltek róla, hogy itt azért sokkal sűrűbben kell ezeket elhelyezni, ezeket az antennákat, és én igazából az 5G hálózatot nem is távközlési hálózatnak tekintem, tulajdonképpen az egy optikai hálózat, ami sűrűn teli van pakolva antennákkal. Na most a közlekedés számára ez csak akkor lesz igazából játékos, ha az út mentén mindenhol ott lesz. Tehát ez nem fog működni, hogy a nagyvárosokban megcsináljuk, ahol nagyon megéri ipari környezetben megcsináljuk az ipar 4.0 kedvéért, de a közlekedés a kültéren, a rurál területeken nem. Tehát effektíve ez egy új kihívás az emberiség előtt, olyan rendszert kell létrehoznunk, mint most effektíve az elektromos hálózat, tehát ahol nincsen áram, ott nem fogunk tudni hajszállítót használni. Tehát ugyanúgy a része lesz az életünknek az 5G hálózat, és ez effektíve erre a verseny ezen múlik, hogy ki fogja ezt tudni minél előbb meg kialakítani. Kérem a következő. Az autógyárak, és erről szintén nem kell, hogy beszéljek, a nagyon-nagyon komoly fejlesztés, nagyon sok új lehetőséggel foglalkoznak. A Siemens-es kollégáktól kaptam ezt az ábrát, erről már mások beszéltek. Kérném a következőt. Ami igazából látszik, hogy nagyon, hogy is mondjam, az autógyárak, meg az autógyáraknak beszállítók nagyon végig gondolták ezeket a lehetőségeket. A járműipar, a telekommunikáció, infrastruktúra és maga a járműnek a kapcsolatáról. Kérném a következőt. Akárhova megyek el, ezt szoktam megkérdezni, és mondjátok, a hatósági, illetve állami szerepek, ezek hogy férnek ebbe a baloldali ábrába be? Hogyan lehet majd a bűnüldözés, bűnmegelőzési kérdésekkel foglalkozni? Ki fogja tudni ezt komplette tanúsítani, ezt az egész rendszert? Illetve hogyan fog átalakulni a garancia kérdése, illetve hogyan fogjuk ezt tudni biztosítani? És hát igazából látjuk jól a mostani, mondjuk az intelligens házak sztoriánál, hogy hát ugye az építészek nem voltak felkészülve arra, hogy ezek a beépített okosságokat azért rendszeresen frissíteni kell. Tehát hogyan lesz az életciklus követése a járműipar számára? Tehát lesznek autók, amik lemaradnak, amik meg nem maradnak le, és akkor hogyan fognak ezek összeköszönni, és így tovább. Tehát itt azért látjuk, hogy itt azért nagyon-nagyon-nagyon komoly kihívásokkal állunk szembe, és ennek az egésznek a legnagyobb problémája az informatikai rendszereknek a, mondjuk úgy, hogy a nem kellő megbízhatósága. Kérem a következőt. Ha már nagyon sok adatunk van, akkor utána már nagyon sok adattal nagyon sok mindent tudunk csinálni. Tehát tényleg azért érdemes ezt megcsinálni, mert mesterséges intelligencia segítségével teljesen új dimenzió nyílik meg számunkra. Tehát más előadásokban már volt szó róla, de akár a légi közlekedésbe, akár a tengeri közlekedésbe, hajóközlekedésbe, akár a közúti közlekedésbe, mindenhol a mesterséges intelligencia teljesen át fogja venni azt a szerepet, amivel az ember számára sokkal hatékonyabbá fog tudni válni maga a közlekedés. Ha lenne időnk, nagyon jó sztorit tudnék elmesélni Kínából, de nincs rá időnk, úgyhogy haladnunk kell. Kérem a következőt. Már összefoglalom, amiket próbáltam elmondani. Tehát tulajdonképpen a lényeg az, hogy a meglévő adatainkkal gazdálkodjunk, tehát amiket már összepakoltunk, azokat rakjuk össze lehetőleg, illetve tegyük követhetővé mindent, amit követhetővé lehet tenni. És ezt lehetőleg úgy csináljuk persze, hogy az EU szabályoknak megfeleljen, illetve
olyan rendszert kell kialakítani folyamatosan, amelyek olyan szintű redundanciával bírnak, ami a közlekedés szempontjából kívánatos lesz mindenki számára. Hát valahogy le kell kezelnünk magát az átmenetet. Tehát tulajdonképpen az a baj, hogy amíg 15-20-30, vagy akár még régebben készült rendszereknek, a legacy vagy örökölt rendszereknek kell együttműködni a legmodernebb rendszerekkel. És ezeknek a cybersecurity kihívására gondoljunk bele. Tehát igazából itt én elhiszem, én nagyon szeretem a legmodernebb dolgokat, és nagyon-nagyon imádom a legklasszabb új fejlesztéseket látni, csak mindig azt kérdezem meg, hogy akkor ez majd a kis falusi környezetben hogyan fog tudni bemenni az a jármű, és hogyan fog tudni az ottaniakkal együtt közlekedni. Az egész világunk átalakult, tehát tulajdonképpen az adatokhoz viszonyuló szerepünk, a lehetőségeink megváltoztak, a social media nagyon átitatott bennünket, és tulajdonképpen a közlekedés számára is tulajdonképpen egy ilyen átjáróház alakult ki. Tehát ezek az adatterek, amelyek körbevesznek bennünket, tehát nem csak a közlekedési adattér, hanem minden más adattér, egészségügyi adattér és így tovább, és hát a social media, ezek az adatterek egymásra hatással vannak. Tehát tulajdonképpen az a világ fog eljönni, amikor adatterek fognak egymással, különböző szinten egymással hatással lenni. Nyilvánvaló, hogy amit szeretnénk, az egész arról szól, hogy tulajdonképpen az egész közlekedést ez a elvárások mentén digitalizáljuk, ezen elvárások mentén tegyük követhetővé, és hát tulajdonképpen az egésznek az alfája és omegája, hogy a cyber fenyegetettséget tudjuk effektíve nullává tenni, tehát tudjuk minimalizálni, és hát itt mindennek ára van, tehát igazából itt nem fog működni az egész bizalom megszerzés az zero trust megközelítés nélkül, amiről nem volt időm beszélni, meg nem is önmagával kéne erre egy előadást, de igazából arról szól, hogy informatikai rendszereket csak úgy szabad csinálni most már, mert az egész világ egybe visszhangzik, hogy semmilyen szinten nem múlhasson azon, hogy valaki éppen milyen hangulatban van, milyen motivációi vannak, akár kártékony, akár butaságból eredően, tehát csak maximálisan megbízható rendszereket kell csinálni. Tehát nem szabad a funkcionalitásra menni, a funkcionalitás az egy nagyon fontos dolog, de onnantól kezdve kezdődik a biztonság. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tóni. Én is azt gondolom, hogy remélem, hogy ez a Zero Trust elv megvalósul, és itt vannak az új technológiák, de a kiberbiztonsági oldalával is sokat kell foglalkozni, és örömmel hallottam, hogy ez ugye európai szinten is az ENISA-nak a kiberbiztonsági keretrendszere, illetve az NIST-nek ez a Zero Trust architektúrájába is támogatni fogja. Úgyhogy köszönöm az előadásodat, és akkor a szekció harmadik előadásában dr. Baracsi Katalin internetjogász szemszögéből kapunk egy átfogó képet az online tér, a digitális oktatás biztonsági oldaláról, és arról, hogyan használjuk még tudatosabban ezt a teret. Tisztelettel felkérlek, Kati, hogy tartsd meg az előadásodat. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, köszöntöm a konferencia résztvevőit és hallgatóit. Már is szeretném kérni a nyitó szlájd utáni első szlájdot, hogy mindenki befogadhassa azt a vizuális élményt, amit egyetlen egy diába sűrítettem. Hogyha a tavaszi időszaktól napjainkig nézzük a történéseket, akkor olyan új szavakkal és kifejezésekkel kezdtünk el dobálózni, vagy váltak a mindennapjaink részévé, mint videokonferencia, instázók, live-ozók, megnézted-e már a snappedet, beszélgetünk-e a Discordon, és szerintem számos olyan családi kör és közeg volt, ahol elkészültek az első TikTok videók. Ezek önmagukban oktatási és szórakoztató célt egyaránt szolgálnak, de komoly biztonsági kockázatot is rejtenek, hiszen az alkalmazások nagy részét 13 éves kor alatt hivatalosan nem lehetne használni. Az átlag felhasználók azonban 8-10 évesek, ezért nagyon fontos lenne, hogy mögöttük mindig legyen egy felnőtt, akinek meg tudják mutatni az éppen feltöltésre szánt tartalmat, beszélni tudnak vele arról, hogyha ijesztő, furcsa, a személyes adataikra irányuló kérdésekkel találkoznak.
A bezártságban, a járványhelyzetben az adathalászattal kapcsolatos tevékenységek különösen felerősödtek. A gyerekeket és fiatalokat érintő részben pedig az ismeretlenektől érkező hívások, a szexuális, erotikus jellegű tartalmak kérése, az, ami komoly figyelmet kapott. Annak ellenére, hogy most nem lehet személyesen ismét bemenni az iskolába, én nagyfokú nyitottságot tapasztaltam az oktatási intézmények, a pedagógusok és a szülők részéről is. Szeretnék jobban megérteni azt a világot, amiben most a gyerekek és a fiatalok mozognak. Ebben szerintem kulcsfontosságú az is, hogy olyan szuperképességeket szerezünk meg, amely segíthet minket ahhoz, hogy felismerjük az álhíreket, hogy ne legyünk internetes csalások, átverések áldozatai. Az ehhez szükséges szuperképességet pedig kritikus gondolkodásnak hívják, ami azt teszi lehetővé, hogy az ember nem csak egyszerűen elolvas egy tartalmat, hanem véleményt tud kialakítani hozzá, tényellenőrzést végez, forráskritikát. Ezek olyan dolgok, amiket otthon a családban és az iskolai környezetben is bármelyik tantárgy keretében el lehet sajátítani. És nem csak arra kell odafigyelni, hogy valódi tartalommal, hanem a gyermek életkorának megfelelő tartalommal is találkozzon egy fiatal. Ezért az idei nyártól már hazánkban is elérhető a nagy videó megosztó oldal, a YouTube-nak a Kids szolgáltatása. Itt jobban ki lehet szűrni azt, hogy az ember ne találkozzon erőszakos, káros, agresszív tartalommal, mert hogy ezek a típusú videófelvételek komoly félelmeket okoznak a 8-12 év közötti korosztályban. Nézzük meg, hogy még mire érdemes figyelni, mi az, ami körülöttünk van a következő szlájdon. Ami mellett már a több mint egy évtizedes munkám során nem tudok elmenni, és nincs olyan csoport, ahol ezt a fogalmat nem mutatnám meg, az az internetes bántalmazás, azaz a cyberbullying. Azzal, hogy most mindannyian még többet vagyunk online, és a napi átlagos 3-5 óra, ami a gyerekeket jellemzi, most akár 8-10 órára is felmegy, még inkább kedvez annak, hogy bántsuk egymást az online térben, megalázzuk, kellemetlen, kínos helyzetbe hozzuk. Ez lehet egyszerűen csak az, hogy valakit egy videóhívás során képernyőfotóból lesz majd mém, nem engednek be egy csevegő csoportba, zaklató üzeneteket küldenek, ellopják a személyiségét, álprofilokat hoznak létre, megalázó, kínos helyzetben jelenítik meg. Nem csak Magyarországon, hanem a világ számos országában is az internetes bántalmazás, és annak a legnépszerűbb elkövetési formája az internetes zaklatás bűncselekménynek számít. Számomra jogászként nagyon meglepő az, hogy mennyire nem vagyunk azzal tisztában, hogy 14 éves kor betöltésével büntethetővé válunk. Teljesen mindegy, hogy az online vagy az offline térben követel valaki bűncselekményt, annak következményei vannak. Nem annak vagyok a híve, hogy akkor most mindenkit óriási mennyiségű pénzbüntetéssel kell elhalmozni, vagy börtönbe kell zárni, de fontos képesség, amit fejleszteni kell ahhoz, hogy biztonságban legyünk, és tudatosak legyünk a digitális világban is, hogy igenis a két világ szabályai nem különböznek egymástól. Ami rossz a való életben, és nem tenném meg, mert kínosan, kellemetlenül érint, azt ne tegyem meg a virtuális térben sem. Ez nem 45 perc, 90 perc alatt, hanem egy egész életen át múlik. Ebből a szempontból szerintem nagyon fontos a szülői példamutatás, a nyitottság és az igény arra, hogy megismerjük azt, hogy a gyerekek milyen felületeken mozognak. Teremtsünk közös élményeket, például a számítógépes játékok alkalmával, hogy ezt a világot még jobban értsük, és hogy ott legyünk valódi társként a gyermekeink mellett. Szerintem az is egy fontos dolog lehet a konferencia hallgatósága számára, hogy a gyerekek mellett a szenyor, azaz a nagyszülői korosztály az, aki nagyon nyitott az újdonságok felé. Akár ők is bevethetők arra, hogy szemléletet, példát mutassanak, hogy az online bántalmazás milyen formában előzhető meg. Számomra az is egy nagyon fontos és megdöbbentő helyzet ebből a szempontból, hogy ma már azért is bántalmaz
hoznak valakit, hogyha járványban érintett akár ő maga, vagy a családtagja. Ez is lehet egy virtuális bántalmazás alapja. És arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy a mai nap egy világnap, a gyermekek elleni szexuális bántalmazás elleni világnap. Számos ilyen tartalom is kikerül az internetre, amire fontos felhívni a figyelmet, hogy ezeket a felvételeket lehet tiltani és jelenteni. Menjünk tovább, nézzük még, hogy mi van a következő szlájdon. Ugye itt alapvetően azért arról a helyzetről beszéltem eddig, hogy mi van akkor, hogyha a gyerekek mit és hogyan csinálnak az interneten, és hogy ez számukra egyszerre szórakozás, kikapcsolódás, de akár maga a tanulás felülete is lehet. Például nagyon jó osztályfőnöki órákat tartottak a Discord nevű felületen. Viszont szeretném felhívni a figyelmet a szülők felelősségére is. Létezik egy viszonylag új keletűnek számító kifejezés, a sharenting, ami a share megosztani és a parenting szülői felügyelet kifejezésekből tevődik. A képek nagyon is sokat mondóak a dián, és ezt erősítik meg a kutatások is, mégpedig azt, hogy a 0 és 5 év közötti gyerekekről a virtuális térben rengeteg tartalom kerül ki, és ezzel nagy mértékben megnő a digitális lábnyomuk. Azaz azok az algoritmusok, a mesterséges intelligencia, amiről beszélünk, és ami egyszerre segít minket, és valami hihetetlenül nagy lehetőségeket kínál, a legnagyobb ellenségünk is lehet. Mert a gyerekről kikerült felvételek alapján pontosan beazonosíthatóak a szokásai, a kedvenc fagyja, zoknia, és mire 12-13 éves lesz, lehet, hogy ezek az elsőre cukinak tűnő felvételek a ciki kategóriába kerülnek. És gondoljuk azt végig, hogy semmelyik szülő sem szeretné azt, hogyha a gyermekéről elkészített felvétel az ő hibájából egy internetes zaklatáshoz, fizikai bántalmazáshoz, vagy bármilyen más kárhoz vezetne. Ezt ma még nagyon nehezen mérjük fel, hiszen a bezártság és azt, hogy bizonyos helyzetekben a közösségi média felületekre úgy tekintünk, mint egy élő fotóalbum, ez megnehezíti a helyzetet. Szerintem az is a nehézséget okoz, hogy a szülői generációban többségben van még az a szülői generáció, aki beletanul ebbe az internetes világba, és mivel nem volt ilyen élményük, legyen szó akár cyberbullyingról, akár a sharentingről, nem is tudja, hogy mi ellen is hogyan kéne megvédeni a gyermekeket. De nagyon fontos lenne, hogy csak indokolt esetben megfelelő biztonsággal a megosztás, hozzászólás letiltásának lehetőségével, lehetőleg zárt csoportban, mondjuk csak egy családi csoportban tegyünk elérhetővé ilyen felvételeket, és soha ne tegyük kiszolgáltatottá a gyerekünket az online térben, amikor például mondjuk bő, hisztizik egy ebéd utáni képsorban. Higgyük el, hogy ez nem a vicces, hanem a megalázó kategóriába tartozik. Szeretném kérni a következő szlájdot. Azra már többször utaltam az előadás során, hogy egyre fiatalabbak lépnek be a virtuális térbe, kapnak okos eszközt. Az én személyes kutatásom alapján egy ma 9-10 éves gyereknek minimum 3 saját okos eszköze van. Ezt valljuk be őszintén, azért nem minden esetben és helyzetben elfogadható, mert találkozom sokszor olyan felnőttekkel, akik azt mondják, hogy nekik nincs ennyi eszközük. Hát hogy tud menedzselni egy 9-10 éves ennyi eszközt? Tud menedzselni. Ezen a dián az új kezdeményezésemet az ITU, az International Telecommunication Unit-nak a gyermekjogokra fűszerezett online ajánlás, gyermekvédelmi ajánlás csomagjának a logóját lehet látni. Ezek az anyagok rövidesen magyar nyelven is elérhetőek. A tanárokat, a szülőket szólítják meg, és mondják be egy aktív párbeszédbe arról, hogy mi minden történik az interneten, és hogy közösen hogy tudnak tenni azért, hogy mindenki számára elérhető és alapvető jog legyen a digitális biztonság. De ezek mellett is vannak még segítőink, őket mutatnám be a következő szlájdon. Most, hogy mindenki otthon van, kiválóan alkalmas arra, hogy ez nem itt az én reklámomnak a helye, hogy jogászra van szüksége ahhoz, hogy valaki digitális szerződést vagy házi rendet kössön, hanem arról lenne szó, hogy nagyon fontos az, hogy egy 9-10 év közötti gyereket az első okos eszköz használattól muszáj terelni abba az irányba, hogy egy egészséges egyensúly alakuljon ki az online és az offline tevékenysége között.
De sokkal könnyebb és hatékonyabb ez az egész folyamat, ha magukat, a gyerekeket is bevonjuk ebbe a közös gondolkodásba. A digitális szerződésnek pontosan az a kulcsa, hogy a család tagjai együttesen, mindenki elmondja egy közös beszélgetés alkalmával, hogy számára mi fontos az online térben, mit szeretne használni, hogyan, mennyi időben. És a közös szabályalkotás végén egy aláírással hitelesítik azt, hogy igen, ezek mindenki számára elfogadhatóak. A gyerekek részéről nagyon sokszor felmerül az, vagy egyébként mi felnőttek mondjuk a szombati ebédnél, vagy az esti vacsoráknál ne a mobiltelefonunkon válaszolgassunk még egy utolsó munkával kapcsolatos e-mailre, hanem igenis hallgassuk meg, hogy mi történt a gyereke. Szálljunk időt a beszélgetésekre. Fontos az, hogy legyen kikapcsolódási lehetőség is, és kialakítani nem csak azt, hogy milyen képernyőidőre van szükségünk, hanem próbáljuk meg megérteni azt is, hogy egy gyereknek az online térben ugyanúgy lehet kikapcsolódni, kapcsolódás, egy számítsevegés, mint bármilyen más hagyományos offline tevékenység. Ne úgy próbáljunk szabályt alkotni és keretek közé rakni az egészséges internet használatot, hogy ezt a gyerekek feje fölött hozzuk meg ezeket a szabályokat. Iskolában alkalmazható háziránt kapcsolatban, hogyha beleszólhatnak ebbe a folyamatba aktív részesei, akkor számukra is sokkal könnyebb ebben a történetben részt venni, és betartani és betartatni a szabályokat. Nézzük a következő szlájdot. Itt olyan hazai felületeket gyűjtöttem össze, ami szerintem sokak számára ismerős. Ha valakik internetes bűncselekmény áldozatai, akkor két internetes forró dróton tehetnek bejelentést. Az egyik a biztonságosinternet.hu, a másik pedig az internethotline.hu felületek. Nyilván, mivel az internetre technikaként tekint a szülői generáció, ezért a technikai védelemről sem szabad elfeledkezni. Hazánkban igencsak népszerű a Google Family Link használata, de az iPhone-nal rendelkező családokban pedig a magyar fejlesztési startupot, a Mongoose Teamt ajánlom. És nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy a mindennapjainkban, hogyha valamilyen internetes rossz élmény ér minket, akkor lelki támogatásra is van szükség. Szerencsés az, hogyha ezt családon belül meg lehet beszélni, de fontos az is, hogy ez internet adta anonimitást, a segítségkérésben is megtaláljuk. Szóval a letiltás és a jelentés mellett a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítványt ajánlom a kedves hallgatóság figyelmébe. Őket a 116-111-es telefonszámon a gyerekek anonim formában felhívhatják és beszélgethetnek velük bármiről, amiről szeretnének. Ha pedig az utolsó három számjegyet 00-ra cserélem, akkor lehetőség van arra, hogy szakemberként, felnőttként, szülőként kérjek tanácsot és kapjak meghallgatást. Hiszen ezek a helyzetek nem olyan egyszerűek, mint a törvényekbe foglalt szabályozások. Ennél jóval komplex folyamatról van szó, ahol szükség van arra, hogy nem csak egyfajta megközelítésre, hanem egy holisztikus látásmódra kell az esetek megoldására koncentrálni, és nem csak arról van szó, hogy ez egy valakinek a feladata egy szervezetre delegálni a digitális biztonság megteremtését, hanem mindannyiunk közös ügye, generációkon átívelve lehet ezt a folyamatot összehangoltan együtt megoldani, hogy egy jobb és biztonságos digitális tér teremtődjön meg. Az utolsó szlájdot szeretném kérni. Itt pedig, ami ebbe a rövid időbe belefért, és nem fért bele, arról lehet engem kérdezni a közösségi média felületein, mert azt gondolom, hogy attól hiteles szakember valaki, ha ismeri ezeket a felületeket, és megtalálja azt a nyelvet, azt a közös hangot minden generációval, ami számukra fontos. Én nagyon sokat tanulok a gyerekektől az influencerek és a számítógépes játékok világáról, és ezen keresztül el lehet kezdeni azt a párbeszédet, ami megalapozza akár egy digitális szerződés megkötését, de mindenképpen erősíti azt a bizalmi kapcsolatot, hogyha valaki bajba kerül az online térben, akkor
a családtagjaitól, a közvetlen környezetében tudjon és kapjon is segítséget. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen Katalin előadását. Én azt gondolom, hogy meglehetősen érdekes volt, és hát sok-sok információt elmondtál erről az online térről, ahol rettentő sok veszély leselkedik ránk. A szekcióban lévő három előadás meglehetősen eltérő témakörre rendeződött, azt gondolom, de egy mindenképpen közös bennük a kiberbiztonsági oldala. A szélessávú adatátvitel megteremtése, ez ugye alapja az új technológiák használatának. De hogy ez biztonságos is legyen, ez egy kulcsfontosságú terület. Itt ugye bemutattuk a ProSmart biztonságos keretrendszerét, ami ugye működik, és örömmel hallottam, hogy a szélessávú adatátvitel is az ország 98%-ában rendelkezésre áll. Aztán nagyon remélem, hogy ez a közös mobilitási adattér is megfelelően biztonságos lesz, és a közlekedés biztonságát fogja támogatni a jövőben, amikor már önvezető autókkal fogunk közlekedni. És ugye a COVID hatása miatt ugye az online térbe terelődnek át a munkavilága, az oktatás, a digitális oktatás és a digitális transformáció iszonyatosan gyorsan növekszik. Ezzel a gyors sebességgel lépést kell tartanunk, és minden esetben a biztonság ott kell, hogy a szemünk előtt legyen. Én ezzel az egy mondattal zárnám a mai szekciót, hogy legyünk mindig biztonságtudatosak. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, az előadóknak pedig az izgalmas és érdekes előadásokat. Önöknek pedig további hasznos konferenciát kívánok, és további szép napot. Viszontlátásra!